Kolonics György olimpiai bajnok kenus 7 éve már csak az égi versenypályákon evez. Tiszteletére minden évben egy fáklyás felvonulást tartanak sporttársak, rajongók és mindazok, akik szerint emlékének megtartása nagyon fontos. Az emberileg és sportolóként is nagyra tartott versenyzőről alapítványt is neveztek el barátai. A szervezet az utánpótlás nevelést támogatja, tagjai ezer szállal kötődnek az egykori világklasszishoz. Olyan dolgokat látsz tőle, a mindennapokban is tanultál tőle, amiket egyébként amiről ő nem tudott, hogy ezt tanítja, de így ellestél bizonyos praktikákat úgymond, vagy csak azt a hozzáállást az egészhez, tehát a sport élethez való hozzáállást, hogy pihenjél, hogy igenis csábítanak a haverok, hogy menjél bulizni, de nem mész bulizni, mert van egy célod, és adott esetben ugye csak majd fél év múlva lesz a verseny, de azért sem hiszem most bulizni, mert neked edzened kell, fel kell készülnöd. És ugye ezekben mutatott olyan példamutató magatartást, ami egyedülálló volt, azt mondom, hogy a magyar kajakkenú családon belül is. 2015-ben az alapítvány egy komoly adományt kapott. Kabai György hajóépítő egy különleges kenuval lepte meg a szervezetet. A speciális technikával készült karbon hajó oldalán Koló karrierjének legjelentősebb időszakai jelennek meg képek formájában. Telefonon egyeztetünk mindig, hogy milyen legyen, hogy legyen. Ők elmondták, hát de nyilván ha elmondják, hogy itt egy fotóalbumszerűen fog kinézni egy C1-es, ugye mi soha nem láttam ilyet. Innentől fogva volt a fejemben egy ilyen egy gondolat, hogy fog kinézni a hajó, de amikor megláttam, igazából nem elakadt a szavam, mert nem gondoltam volna, hogy ennyire jó lesz. Kozman György világbajnok Kolonics György volt csapattársa szerint a legfontosabb, hogy György emléke az általa képviselt értékrend tovább éljen és segítse a felnövő generációkat a lehető legjobb eredmény elérésében. Azt gondolom, hogy pont ez a nagyság, meg ezek az értékek, amiket nekünk át kell valamilyen úton, módon, kommunikációs csatornákon vinnünk a fiatal generációknak. És az, hogy ez mennyire fogja meg őket, az rajtunk múlik, hogy mennyire vagyunk kreatívak. Pontosan ezért készülnek az ilyen installációk, vagy hogy mondjam, ilyen eszközök, mint például ez a hajó, hogy látványos legyen, a fiatalokat is megragadja. Ők is megkérdezzék, hogy ha még olyan fiatalok, hogy ki volt Koló, és ő mit ért el. Tehát tudjunk róla beszélni, én azt gondolom ez a legfontosabb.